Nézzük is akkor meg a tésztaipari termékeket. A száraz tészták lízből, vízből, sóból, esetleg járulékos anyagokból, legtöbb esetben tojás, élesztős lazítás nélküli vagy nélkül készülnek. Tehát a száraz tészták lízből, vízből, sóból, esetleg járulékos anyagokból, legtöbb esetben tojás, élestős lazítás nélkül készülnek. Alacsony víztartalmú készítmények gyártásuk során a kiindulási anyagokat egy nemű tésztává gyúrják össze, majd tömörítik, formázzák, megvárják, míg a tészta kiszárad, és végül csomagolják. A tészta készítéséhez az átlagosnál nagyobb szemsézetű lisztfajtára, tehát úgynevezett fogós lisztre van szükség, hogy a tészta lágyulása, a fogósabb lisztek sikérje lassabban duzzad, ugye? A szárítás során ne következzen be, tehát ne lágyuljon meg a tészta. Megakadályozva, hogy a tészta összetapadjon, vagy alakját elveszítse. A konyhasó részt vesz az íz kialakításában, illetve segíti a sikérfehérjék búzadását. A tojás felhasználása elsősorban komplett tálás -e céljából fontos. A tojás növeli a tészta tápértékét, tetszető, szint és kedvező főzési tulajdonságot biztosít. Durumdalából elállított termékek tojás nem tartalmaznak, mert a durumbúza tulajdonságai olyan jók, hogy vízzel is jó minőségi tésztát képez. Az olasz tésztafélék többsége is ebből a búzafajtából készül. A tojás nélküli tészták többségének előnye, hogy a koleszterinmentesek, tehát koleszterinmentesek és főzéskor rugalmasak, a laktartók és a főzés idejük is rövid. A durumlizből készült tésztákat a tojás érzékenyek is fogyaszthatják. Tehát a du durum lisztből készült tésztafajtákat. A tojás érzékények fogyaszthatják, ez fontos megjegyezni. A tésztafélék igen keresett árucikkök a kereskedelemben, mert megkönnyítik a háziasszonyok életét azzal, hogy változatos, ízletes és tápláló ételek készíthetők, készítsenek belőlük. Alacsony víztartalmuk miatt hosszú ideig tárolhatók. Nagyüzemi gyártásuk jól gépiesíthető, ezért viszonylag olcsó termékek, a gyártás során különféle típusú tészta készíthető a kereskedelemben, és a házi, házi asszonyok számára széles választékot kínálva. Csoportosításuk történhet alakjuk, illetve összetételük szerint is. Tészták fajtái alakjuk szerint Szálas tészták cérna metélt, csőtészta, spegetti, hosszú metélt. Itt pont egy széles metéltet látunk. Apró tészták, kagyló, tarhonya, kiskocka, figurás készítmények és az ABC tészták is az aprós tészták csoportjába tartozik. Tehát alakjuk szerint még egyszer ismételjük át szálas tészták csoportjába tartozik ugye a cérna metélt, a cső tészta, a spagetti, a hosszú metélt, meg amint itt látunk, az a széles metélt. Apró tészták, ugye kajdló, tarhonya, kiskocka, figurás készítmények, ABC. Összetétel szerint vannak a tojástészták, a tojás nélküli tészták, a dúsított tészták és a diétás tészták. Tojásos tészták. Kilogrammonként 2-8 tojást tartalmaznak. Tojás nélküli tészták. Fehér áruk, tojásérzékenyek és koleszterin diétások számára alkalmas a tojás nélküli tészta. Dúsított tészták tejpóral, szójával, korpával, ízesített tészták. Vannak még a diétás tészták, társó szegény tészták, gluténmentes tészták, ugye a lisztérzékenyeknek. A száraz tészták bolti kezelése. A száraz tészták minőségi átvétele során meg kell győződni a fogyasztói csomagolás sértetetlenségéről, a minőség megőrzési idő lejáratának dátumáról azt is megke, meg kell vizsgálni, hogy az adott száraz tészta nem töredezett-e, vagy ha igen, akkor a teljes mennyiség mekkora része van összetörve. Ettől a száraz tészta fogyasztásra még alkalmas, csak esztétikai értékből veszít a termék. Ha az adott csomagoláson belül túl sok törmelék van, Ebben az esetben értékcsökkentett áron is árulhatják a kereskedelemben. Hűvös, száraz helyen tárolható, magas páratartalmú helyiségben dohosodhatnak. Tehát nem szabad annyira magas páratartalmú helyiségben elhelyezni ezeket a tésztákat, mert dohosodni kezdenek. Ugye szállítás anyagmozgatás során ügyelni kell arra, hogy könnyen töredeznek és mozsolódnak. Tehát nagyon óvatosan kell bánni a tésztafélékkel, illetve száraz, hűvös helyen kell tárolni. És nagyjából szerintem a tésztaipari termékek elméletéről nagyjából ennyi lett volna, Úgyhogy köszönöm a figyelmet és további jó tanulást kívánok!